Na, sziasztok! Hát mit is látnánk az égen, hogyha nem lenne felhős? Ugye ebben a Stellarium segít nekünk. Ugye látjuk, délnyugaton tűnik el a nyár, bukik le a nyilas, ofiókusz. A fejünk fölött meg még ott van a nagy nyári háromszög. Lent ilyen délkeleten kell fel a déli hal, aminek akkor nagyon örülünk, hogyha legalább egy csillagát látjuk. Ugye jön fel a vízöntő, keleten a halak, északkeleten már jön fel a kos. Hopp, igen. Ahó. Jó, oké. Okay. Jön fel a kos, Perzeusz már egész magasan van. Egész északkeleten meg már kell fel a kapella, jön a tél. Ugye északon ott a híjusz súrolja a horizontot, a nagymedve az kezd lebukni, és már súrolja a horizontot. Mellette ott van még a vadászebek, berenike haja, sárkány, kéfeusz. Tehát egy csomó mindent látunk. Ugye a rajzolók meg mindenfajta mitológikus alakokat rajzoltak erre rá. Úgyhogy most ezekről a mitológikus alakokról is lesz szó. Na nézzük. F5. Őszi csillagképek története és látnivalói. Hát mik is azok a csillagképek, ha már csillagképekről beszélünk? Hát csillagkép, mint olyan fizikai objektum nem létezik. Csillagkép az abból alakul ki, hogy az emberi agy az szeret mindenbe mindent belelátni. Alakzatokat, mintázatokat keres. Hát ugye ebben a fadarabban is mindenki a kutyát látja először, és nem a fadarabot. Hát ugyanúgy abban a szép W-ben, amit látjuk, azért 54-től 115 fényév távolságban lévő csillagokból áll. Látszólag tőlünk nézve egy W vagy M betű, attól függ, hogy éppen hogy áll. Hát egy trónt látnak, amiből néha kiborítják a királynőt. Tehát csillagkép, mint olyan, nem létezik, de akkor mégis miért beszélünk csillagképekről? Ugye az ember miért is lettek, miért kezdtük el nézni a csillagokat, mint emberiség? Ugye először is a legfontosabb a naptár funkció. Hát ugye van egy ilyen szép nagy égi objektumunk, ami havonta egyszer úgy elvakít minket, és nagyon morcogosak vagyunk, hogy jön a telehold, és már megint nem lehet semmit látni. Tehát a hold... hol ciklusa és a Földünk ciklusa az év, az nem stimmel, ez azért viszonylag hamar kiderül, hogy nem tudunk a hold után menni, ennek ellenére még mindig használunk hold alapú naptárt, használ az emberiség hold alapú naptárt, ugye a mohamedán vallásra kell gondolni. Letelepedés előtt már megjelentek ezek a funkciók, mert hát tudnunk kellett, hogy mit hol lehet, mikor jönnek föl a lazacok, mert akkor lehet menni, és akkor dőzsölünk. Tudni kellett, hogy ez mikor jön. Ezek a megfigyelések, ugye általában ezek valami fényes csillagokhoz, vagy nagyon jellemző csillagalakzatokhoz kapcsolódóan jöttek be. Letelepedés után meg hát ugye a mezőgazdasági termelésnél a vetés és a szántás ideje, betakarítás ideje. Előre tudni kellett ezeket. Ugye másik nagyon fontos, ugye ahogy letelepedtünk, megindult a kereskedés, megindult a tengeri hajózás, valamilyen úton, módon tájékozódnunk kellett a tengereken, hát ebben is segített az ég, ugye a pólus környékét a mai napig tudjuk használni, sőt manapság sokkal jobban tudjuk használni, mint mondjuk 3000 évvel ezelőtt, amikor valahol a Drákó környékén volt az északi pólusnak a döféspontja, a szelek irányát az arab virágba megnézték, próbálták bizonyos objektumokhoz kapcsolni. Illetve hát ott vannak a szakrális funkciói a csillagképeknek, hát ugye ez már igazándiból a tudós papokhoz köthetők, de hát a világ kiszámíthatósága, hát az egy teljesen folyamatos, nagyon-nagyon precízen, nagyon pontosan ismétlődő megjelenésekről beszélünk. Hát mi más lehet ez, mint az isteni akaratnak a megtestesülése? És akkor hozzájött az égi objektumok megszemélyesítése, és utána ezek a megszemélyesített égi objektumok valamiféle történetekben rendeződnek. Hát ezekről a történetekről is beszélünk majd. Ugye a tájékozódás, mondjuk Hawaiion egy ilyesmi térkép, így képzelték el az egészet.
a szelek irányát, ugye az araboknál, a pólus környéké. Azt pont fordítva írtam. Mindegy. Ugye iránymutató csillagot keresünk. Megmutassa nekünk az északi irányt, tudjunk tájékozódni. Ugye a görögök főniceik idejében, ugye a görögök főniceik nem ugyanúgy tájékozódtak, ugye erről írásos feljegyzéseink is vannak. Hát valahol a Drákóba, meg a Polaris között volt valahol az északi, a föld tengelyének a földgömbön vett döféspontja. Ugye a naptárfunkció, hát ugye itt elsődlegesen nagyon fényes csillagok heliákus kelése, illetve nyugvása adja az év egy-egy szakaszának a kezdő időpontját. Ugye a letelepedés előtt mit mutatott ez? Mikor kell táborhelyet váltanunk, mikor kell elmennünk vadászni, bizonyos milyen termékeket hol tudunk begyűjteni. Letelepedés után vetés, ugye Nílusnál tipikusan ugye a Sirius heliákus kelése volt az áradás előrejelzője, amit hát ilyen gyönyörű szépen meg tudtunk fejteni. Gyakorlatilag egy órát készítettek annó az egyiptomiak a csillagokból, és az alapján nézték az idő múlását. Ugye erről vannak írásos feljegyzéseink is, ám ha erős Orion és Plejászok hiászokkal eltűnnek, ne feledd felszántani jókor a földet, így fejezd be a szántóföldet rendben az évet. Tarts szem előtt, ha veszélyes mesterség a hajózás csábít, Plejászok, mikor Orion erejétől megfudomodva a kötszín tengerre lebuknak, mikor mindenféle szelek fúvása viharzik, s akkor nem jó járni hajóval a borszínű tengert. Műveld a földet inkább úgy, ahogy én kitanítlak. Hát, miről is szól? Ugye a viharok időszakát jósolja a tengerre, ne menjél ki, vihar, tenger az nem jó ómen együtt, helyette műveld a földedet, és akkor megvan a következő évi élelmed. Hát ugye ez egy pár ezer éves megvan, ugye? Szakrális funkció, ugye erről már beszéltünk egy-két címszóban, de hát ugye a tudós papok megjelent a tudósok társadalma, akiket ilyen tudós papoknak nevezünk jelenleg, ugye ők voltak a letéteményesei a tudásnak, és hát jó hatalomhoz mérten ezt a tudást szerették saját berkeiken belül tartani, és hát inkább mindenfajta misztikus dolgokban, meg megszemélyesítésekben van. Tehát ugye, hogyha megnézzünk egy jó egyiptomi sírkamra mennyezetet, ugye ezen is már megjelenik a Vénusz, Merkur, Jupiter, Szaturnusz, Sirius, ugye mint a legfényesebb csillag, ugye az Orion. Tehát egy csomó mindenek megjelenik már akkor az egyiptomiaknál. Tehát ezek nem olyan újak. Hát a legelső, amit úgy gondolunk, hogy amit ismerünk, és úgy gondolunk, hogy csillagászati feljegyzés, az Lascaux-i barlang falán talált barlang freskó, vagy nem is tudom, minek hívjuk. Hát sajnos nincs azokról az időkről képes könyv, pedig milyen érdekes lenne azon tűnődni, hogy 17 ezer évvel ezelőtt mit gondoltak az emberek. Hát nem tudom, hogy az Orionnak mióta van négy csillag az övében, de azért ezeket a bika azért az jól beazonosítható, a plejádok ugye, vagy fiastyúk megjelenik. Tehát azért nem biztos, hogy ez egy olyan erős belemagyarázása egy 17 ezer éves objektumnak, hogy itt valamiféle csillagászati feljegyzést találunk. 17 ezer évvel ezelőtt. Nem most volt. Hát ugye jönnek az írásos gyökerek. Ugye Mezopotámiában ból vannak az első írásos emlékeink, ugye az ékírásos táblák, illetve még előbb a pecsétnyomók, illetve határköveken tett feliratok. Hát itt már megjelennek olyan csillagképek, amiket ma napig használunk. Szerencsére találtam ezt az ábrát, ahol még ki is színezték nekünk, hogy melyik csillagkép melyik. Hát ugye beszélünk egy időszámításunk előtt 3000, most írunk időszámításunk szerinti 2000-5000 év. Határkövek ugye azok már kissé frissebbek, ugye a nyilas még kentaurként jelenik meg, a bak az ugye a bakhalként, hát
vízöntő, Mezopotámia, két folyó völgyéről beszélünk, hát persze, hogy a vízöntő a két ó, ami az életet adja. Ugye a szövegekben megjelennek mindenfajta csillagkép felsorolások időszámításunk előtt 1200 körül, ez 36 csillag, illetve összetartozó alakzatok, például a fiastyúk is megjelenik egyébként benne, illetve bolygók vannak főjegyezve ebben. Hát ez az első katalógus, amit ismerünk az emberiség történetében. Hát cserében tele van hibákkal, alapvetően kétfajta csillagképet jelenítenek meg benne, ugye az isteneket, mitológikus lényeket, illetve a mezőgazdasági eszközöket, ugye eke, szekér, varázda, ugye az eke az lesz a következő mezopotámiai legfőbb, vagy csillagászati szempontból legérdekesebb ékírásos táblába foglalt táblázatnak a első szava, a Mulapin táblázat. Ugye a Mulapin maga ekét jelent. Itt már 71 csillagot tartalmaz, ugyanúgy azokat az adatokat tartalmazza sokkal pontosabban már, részletesebben. Ugye maga a apin az eke, amivel szántunk, ugye ez az első beazonosított sor ennek a légírásos táblázatnak, ez maga egyébként jelenleg a triangulumként ismert, amihez hozzá kapcsolták a Gamma Andromédét. Ebben a táblázatban 18 még az állatövi csillagképek, vagy zodiákus, nem 12, mint jelenleg ismerünk. Maga itt még a holdhoz való kötöttség megjelenik, majd később egyébként ez a 18 állatövi csillagkép egyébként abból azért megjelenik, de érdekes, hogy a csillagok csillaga fiastyúk, plejádok. Tehát egy nagyon jellegzetes alakzat, bár van nála fényesebb csillag, de azért mégse. Azért mondjuk a Bakot összehasonlítom, hát azt azért sokszor elég nehéz, mondjuk Budapestre gyakorlatilag lehetetlen megtalálni. Nem látjuk. Ebből a 10 már van. A rák az rák. Nagy ikrek, ikrek. Tehát ebben már fölismerhetőek azok, amiből majd egyébként körülbelül az időszámításunk előtt 500 körül csökken ezeknek a száma 12-re. Ez gyakorlatilag már a 12 hónap. Ugye a babilóniaknak a 60-as számrendszerében azért a 12 az egy érdekes szám. Hát így eljutunk a görögökhöz, ugye ahol megint megjelennek mindenfajta irodalmi művekben a csillagképek jelen nevei, Orion, fiastyúk, hüászok, medve más néven a szekér. Ugye? Már itt a kettős nevezék megjelenik, ugye, hogy nagy medve, göncöl szekér. Ugye megjelenik a bútész is, tehát eléggé itt már ténylegesen írásos emlékekről beszélünk. Ugye időszámításunk előtt 3. század körül van a görögök részéről az első ismert részletes leírás a csillagos égboltról, ez Aratosznak a jelenségek. Itt már 48 csillagkép jelenik meg. Ugye ez már közel azonos a most is használt Ptolemaiosz-féle csillagképekkel, mert az égen ott terpeszkedik egy csillogó madár, ugye például ez a Cygnus. A madarat köd öleli körül, ugye maga a tejút, ám felette lévő részek nem túl nagy, de nem is elenyésző csillagokkal szórtak. Boldogan repülő madárként jó szelekkel siklik nyugat felé, jobb szárnyának csúcsa, a Kéfeusz jobb keze felé nyúlik, bal szárnyán a ló, Pegazus ágaskodik az égen. Kinyitom a stelláriumot, és ezt látom. Tehát, ugye utána mindezek Hipparchosz katalógusába jelennek meg, ami sokkal, de sokkal pontosabb. Ugye Hipparchosz már tényleges mérési eredményekkel dolgozott, ugye használta mind az egyenlítői, mind az eklitikai koordinátarendszert. Ugye ez közel 1000 csillagot tartalmaz, vagy körülbelül 1000 csillagot, de azért Hipparchosznál ugye már felismeri a precessziót. Az év hosszát meghatározza 6 perc pontossággal.
több mint 2000 évvel ezelőtt vagyunk. Lehet, hogy a én órám az még egy év alatt 6 percet biztosítik, vagy siet. A holdkeringés idejét 1 másodperc pontossággal tudta meghatározni, tehát nagyon-nagyon lényeges számításokat tudott, nagyon pontos számításokat tudott felmutatni, aminek egyébként csak a végeredményei maradtak meg. Sajnos maga ez a katalógus nem maradt fönn, csak utalások mindenfelől. Hát majd időszámításunk szerinti 200 körül, vagy időszámításunk szerinti második században Ptolemaiosz katalógusa, ami a kiinduló pont. Ugye ez, amit Almagesztként szoktak emlegetni, de hát görögül ez a Megalis Syntaxis Astronomias, a csillagászat nagy rendszere. Hát az arab tudósok megmentették ezt Európának. Elveszett volna, hogyha az arabok nem fordítják le. Innen van az, hogy egyébként a csillagnevek mind-mind görög nevek arab fordításának a visszafordításából gyakorlatilag sokszor hát európai fülnek értelmezhetetlen neveket ad. Tehát az 1022 csillag, 48 csillagkép, és nem minden csillag tartozik csillagképbe. Tehát a csillagképek között vannak még lukak. Fényesség bevezetésre kerül a magnitúdóskála, és mindezt a rendszert a 17. századig használtuk. Gyakorlatilag minden akkori mérési eredmény méréssel elérhető pontossággal előjelzéseket tudott adni, precíz előre, le tudta írni matematikailag a világ működését. Alapvetően a legfontosabb szerintem az, hogy van egy 1022 csillagból álló viszonylag pontos katalógusunk. Van egy kiindulási pontunk, amihez későbbiek során tudunk mérni. Ugye a 48 csillagkép, ami föl lett, ugye mindegyiknél ott van a latin, illetve a magyar név is, hát kivéve az Argonavisnál. Hát ugye őt Lacaille 1755-ben 3 csillagképre bontja, mert borzasztó nagy csillagképről beszéltünk volna. Fölbontja a Karinára, a Pupiszra, illetve a Vitorlára. Ez az eredeti, vagy Ptolemaioszi csillagképek, ugye ez még mindig megvan. Hát de akkor hogy jön ki a többi? Ugye az újkorban, mint mondtam, Ptolemaiosz katalógusában a csillagképek közti területen is voltak csillagok. Hát először is be kellett tölteni ezeket, illetve be kellett tölteni az ókori világ által nem ismert déli égbolt területeit. Ugye Kaiser 12 új csillagképet hoz létre, Lacaille további 14-et, illetve földarabolja az Argót. Hát kezdjük benépesíteni a déli égboltot. Ugye azért nézzük meg, mi Antilla, Véső, Körző, Kemence, Ingaúra. A Menza táblahegy, azt tudjuk-e mi? Lacaille-nak az obszervatóriumának a helye. Távcső. Hát ugye ezek mind-mind az újkorban használt eszközök, vagy az akkor felfedezett és használatba került eszközök. Tájoló, mikroszkóp. Hát ilyen neveket adtak, ugye ott már a modern, tehát az égi, északi égbolt szabad területei meg hát szabad préda. Hát kis hián találok 3-4 csillagot, ráfogok valamilyen alakzatot. Hát ennek egy része megmaradt, egy része kikopott. Egy párat itt összevadáztam Bódénak, ugye, aki nagyon szerette a macskákat, hát így lett Félisz csillagkép, ami kikopott. De hát Monocervosz, a zsiráf megmaradt, mondjuk Planitiustól, Heveliustól a vadászebek, gyík, kis oroszlán, hiúz, mondjuk ahhoz már hiúz szem kell, hogy valaki a hiúz csillagait észrevegye, ugye a pajzs, szextáns, róka, ilyenek azért megmaradtak, de hát ott is volt, ami kikopott a rendszerből, de Herschelnek is volt 2 távcsöve is az égen, az is kikopott. Hát
Ugye akkor valamit tenni kell. Ugye a 20. század első negyedében az IAU Del Porte eldönti, hogy ebben rendszert teszünk, hogy ne lehessen itt bármit csinálni. Del Portét bízza meg, aki 88 csillagképet definiál, itt már pontosan egyenes határok, tehát nem valami alakzatnak a határvonalát, nem a hattyú szárnyát nézzük, hanem rektaszcenzióval és deklinációval párhuzamos vonalak mentén konkrétan definiáljuk az egyes csillagképek határait. És hát ugye ez alapján ugye vannak az ekliptikai csillagképek, ugye a 15 állatévi csillagkép, hát mégiscsak 13-at számolok, mert még az Ophiuchus belelóg. Ugye vannak nyári, téli csillagképek, illetve ezen az ábrán ugye külön ki van emelve a nagyobb felfedező, vagy nagyobb névadóknak a által kijelölt csillagképeknek a területei. A nagymedvecsi mondakör, ugye az Androméda Perzeusz mondakörnek az alakjai, az égi tenger, ugye erről még majd lesz szó. Hát és ugye ebben indultunk, hát ezt látnánk most a fejünk fölött, hát nézzük végig, ez egyébként egy, bocs, egy pillanat. Hát, valakit végig számolja, azért ez több mint 30 csillagkép. A 88-nak több mint egy harmada. Hogyha egy kicsit tovább görgetnénk még az időt, akkor van, ami eltűnik, meg még jönnének hozzá, tehát azért ez nem kevés. Ugye a vízöntő, Aquarius, ugye a kora bronzkorban a téli napforduló utáni áradásoknak volt a kezdő időpontja. Mezopotámiában a Tigris-Eufrátesre kell gondolni, a két folyó forrása. Egyiptomban szintén a folyó, az életadó folyóhoz, a Nílushoz kapcsolták. Hát a görögök meg elkezdtek valami legendát szőni. Ugye Ganymédeszt sas formájában ragadja el Zeus. Hát neki azért van egy-két legendája az égen, bár személyesen nem szerepel, csak alter egóban. De hát Héra szokás szerint haragra gerjed, és a féltékenységtől, hogy megmentse Ganymédeszt, az égre helyezi, és így elviszi magával az Olympusra is, hát ő lesz a vízöntő. Ugye látnivaló, ami nem olyan egyszerű látnivaló, bár ha tényleg sötét égről jó körülmények között nézzük, akkor gyönyörű szép, a legnagyobb látszó átmérő planetáris köd a Helix. Hát nem nagyon jön föl a horizont fölé, talán egy 20 foknyira jó esetben. Gyönyörű szép, ugye fotóban is, rajzban is. Ugye a mezopotámiai ábra is gyönyörűen mutatja. Hát igazándiból azért ez nem egy túlfényes csillagokból álló csillagkép. Ugye jön a halak, ami szintén elég halvány csillagképekből áll. Mezopotámiában ő még két csillagkép, kisfecske, égi hölgy és nagyfecske. A görögöknél megint egy legenda, a szörny megtámadja az isteneket, Afrodite és fia Érosz hallá változik, hogy elbújjanak, és a farkuknál fogva összekötik egymást, hogy el ne veszítsék egymást a vízbe. Hát az igenis kirajzolódik, ez szépen. Ugye szintén látnivalóként én az M74-et választottam ebből, ami mondjuk egy ilyen márciusi messzi maratonnál egy kihívás, hogy még az ember el tudja kapni, vagy nem, mielőtt lenyugszik. Delfin, bak. Ugye maga a delfin az halvány, de jellegzetes alakú csillagkép. Ennek ellenére nem jelenik meg a görögöknél, bár ők is delfinként tartották, nyilván nem jelenik meg. A legenda ugye az a Ironed kimentő delfin, ugye ő őt, akit a kalózok a gazdag zsákmány reményében elrabolnak, és kérése, hogy még utoljára játszhasson egyet a lantján, mielőtt a tengerbe vetik. Hát jönnek a delfinek, és kimentik őt. Más legenda szerint pedig ő Amfrité megmentője, aki Poseidonhoz viszi, és így lesz Poseidon felesége.
Hát ebből is látszik, egyébként nem csak itt, hanem többfelé fölmerül, hogy ugyanannak a csillagképnek több legendája van, tehát nincs egy darab kanonizált legendagyűjtemény, hogy mikről is szólnak ezek a csillagkép. A bak, pontosabban inkább bakhal, az sokkal fontosabb és ősibb csillagkép, mint a delfin. Bár a delfin nagyon szép, és nagyon örülünk, amikor látjuk a formáját, mert akkor elég jó az ég. Hát a sumérok azok még Ea istenhez, a görögök Pánhoz kapcsolják. Hát ugye Pánról a pánik jut eszünkbe. Ugye a szatír, aki mindenkit magáival akar tenni, de hát más mondák pedig Amalteához kapcsolják. Ugye ő a kecske, aki Zeust etette, amikor megmentették. Ugye Zeus a legfiatalabb gyermeke Kronosznak, mégis ő lett az istenek ura. Ugye látnivaló abakban az M30, gyönyörű szép gömbhalmaz, nagyon látványos tud lenni. Ugye, hogyha megnézzük a rektaszterziót, a deklinációkat, azért hát szintén egy olyan csillagképről beszélünk, ami nem jön túl magasra. Kos. Hát megint egy halvány csillagokból álló csillagkép, mégis nagyon-nagyon fontos útmutató. Gyakorlatilag a tavaszi munkák kezdett, tavaszi állatáldozat, ugye a precesszió miatt, vagy a görögök idejében itt volt a tavaszpont, Mezopotániánál még egy kicsit hátrébb. Ugye Mezopotániában bérmunkás vagy tavaszi állatáldozat, a görög mitológiában ugye ő a Hermész által küldött aranyszőrű kos, aki kimente Phrixoszt és Helét. Ugye a legenda szerint ugye Helé leesett, mert már nem bírt kapaszkodni az aranyszőrbe, ugye innen a Helépontosznak a neve. A Dardanelláknál majd utána feláldozza a kost, az aranyszőrt pedig elvisszük Árész Szent ligetébe, ahol majd az argonauták szeretnék visszavinni Göröghonba. Tehát egymástól távol álló csillagképek is össze vannak valamilyen úton, módon legendákban. Hát itt igazándiból olyan látványos objektumot, amit mondjuk nem csak Budapestről, hanem mondjuk egy kisebb városból meg lehetne mutatni a látogatóknak, én nem tudok. Androméda. Ugye Mezopotámiában ő a termékenységi istennő, hát a görögöknél pedig egy ilyen sok csillagképes legendakörnek a része. Ugye a főszereplők Androméda, Cassiopeia, Kéfeusz, Pegazus, Perzeusz, a Cet. Hát látnivalókat itt azért lehet bőven találni. Ugye az M31-32-t senkinek nem kell bemutatnunk, amikor szabad szemmel látjuk, akkor nagyon örülünk, hogy tényleg tök jó az ég. De mondjuk a kék hógolyó meg egy olyan planetáris köd, amiben azért gyönyörű szépen lehet részleteket látni, ugye ezt most szombaton is tapasztaltunk, és gyönyörű szép. Ez mondjuk egy monokrom felvétel. Hát maga a legendát ugye mindenki ismeri. Szegény Androméda az áldozat lett volna, de szerencsére megúszta. Ugye az etióp királynő, aki annyira hiú volt a szépségére, hogy azt híresztelte, hogy ő szebb, mint a tengeri nériszek, hát ők meg elmentek Poszeidonhoz panaszra, ő meg rontást küldött Etiópiára. Hát kitört Etiópiában az éhínség, a király-királynő mit tud csinálni ilyenkor, elmegy a jósokhoz, azok mondták, hogy hát mese nincs, királylányt föl kell áldozni, és akkor majd elmúlik az éhínség, hát szegény Andromédát oda is láncolták a sziklához, hogy majd jöjjön érte a tengeri szörny és magáévá tegye. De hát a történetnek van további folytatása, mert hát ugye jött Perzeusz Pegazuson, a szárnyas lovon, Iszákiában pedig ott volt a gorgófő, ugye a medúzának a feje, aki olyan csúnya volt, hogy valaki meglátta az rögtön kővédermet. A gorgófőt megmutatta a Cetnek, szegény Cet az kővédermet, hát kő elsüllyed a tengerbe, hát mit tud csinálni ilyenkor a tenger istene, hát ha már megteremtettem, akkor az égre helyezem.
Hát boldogan élnek és meg nem haltak, természetesen a királylányt megkapja feleségül, boldogan élnek, még meg nem halnak. Hát az esküvő nem volt ilyen víg, mert a legenda szerint ott is előkerült a gorgófő feje. Egyébként Perzeusz és Andromédából még több görög hős is származott. Ugye ezek a legendák, egy pillanatra még visszamegyek, mert ugye, hogy azért itt van látnivaló, ugye a Kassziópeában NGC 457-et vagy Bagolyhalmat senkinek nem kell bemutatnom, mindenki ismeri. Tényleg egy nagyon látványos nyílt halmaz. Érdemes néha sötét égen is megnézni, mert akkor az ember eltéved benne. Hát a Kéfeuszban azért annyira nincs, ugye ott a Delta Cepheid, ami a kozmikus távolság létrának az egyik alapja, illetve a CET-ben a Mira, hát az tényleg csodálatos, mint a neve is mutatja, hol látjuk, hol nem. Nagyon szép vöröses csillag, amikor látjuk. Amikor meg nem látjuk, akkor kell binokulár vagy távcső hozzá. Ugye a Perzeuszban az Ikerhalmaz, vagy a Pegazusban az M15 szintén nagyon-nagyon látványos alakzat, viszonylag könnyen megtalálható, hát az Ikerhalmaz szinte még Budapestről is szabadszemes. Izgalmas mélyig objektumok vannak itt. Háromszög. Mezopotámiában ugye ő az Apin, az Eke, a múlt, ugye a csillagot nem tudom minek írtam elé. Hát ugye Heliákus kelése jelezte a szántás kezdetét. Viszonylag halvány csillagokból álló, de nagyon jellegzetes alakzat, jól megfigyelhető, emiatt meg az ehhez az időponthoz való Heliákus kelés nagyon jól megfigyelhető. Ugye első szava az ékírásos táblázatnak, hát a görögöknél igazándiból nem tudjuk pontosan azonosítani, Nílus deltájával próbálják megmagyarázni, de hát nem. Hát a látnivaló M33, szabad szem távcsőben nagy kihívás, tapasztalatból nekem szerintem fotózni könnyebb, mint távcsőben megvizsgálni. Nem is nagy távcső, hanem nagyon-nagyon jó ég kell hozzá. Ha jó az ég, akkor könnyen, gyönyörűen látszanak benne a spirálkarok. Különben meg olyan könnyű átsiklani fölötte, mert pici a felületi fényessége. Lant, Líra, Mezopotámiában ő a kecske, görögöknél ugye Orpheus lantja. De hát ugye Orpheushoz Hermészen keresztül került, aki ugye csecsemőként egy teknős béka páncéjából és némi bélből készült húrokból elkészítette az első lantot. Majd, de ennek a lantnak olyan szép volt a hangja, hogy ez mindenkit elbűvölt, még Hádészt is sikerült elbűvölnie, de hát Orpheusz ezt elszúrta, mert amikor a kedvesét ki akarta menekíteni, Hádész elengedte a lant gyönyörű hangja miatt, de visszafordult, úgyhogy nem jött össze neki annyira, majd Orpheusz halála után került az égre. Hát ugye gyakorlatilag a nyár elejétől fogva a Vega itt fénylik a fejünk fölött, első közt pillantjuk meg naplemente után, és hát azért még egy jó hónapig velünk marad, ugye még most is majdnem a zeniten van naplemente után. Ugye látnivaló, hát nekem ez személyes kedvencem a Líra gyűrűsköd. Ugye itt a középen ugye nem látszik a kis fehér törpe, de a fotó már megjelenik. Ugye ennek az első megörökítése ugye Gotthárdhoz köthető, aki a 19. század végén le tudta fotózni, és sokáig ezt hát hibának tekintették, hogy ott az emúzióban volt valami, vagy mint egy másfél év múlva, nem emlékszem pontosan, de ott a táblán elolvasható a történet Gotthárd szavaival. A Bécsi Obszervatórium 60 cm-es műszerével is megpillantották a fehér törpét, én 40 cm-es műszerrel jó igen már láttam. Lovasberényben a 35-össel kerestem, de még nem láttam. Utána későbbi feljegyzésekből azért kiderült, hogy ezt a csillagot már Gotthárd előtt is észlelték, tehát nem ő fedezte föl, de egy 20,
6 cm-es Newton távcsővel fényképezte ezt le. Gyakorlatilag ez volt az első bizonyítéka annak, hogy a fényképezés az többet tud mutatni, mint az emberi szem. A legtapasztaltabb észlelő csillagász szeme is gyengébb, mint a fotoemúzió. Ugye Gotthárd, ő gépészmérnök volt, ennek ellenére gyakorlatilag Európa összes obszervatóriumával élénk levelezésben állt, és gyakorlatilag tőle tanulták a csillagászati fényképezés csínyát, bínyát. Érdekes, hogy a 19. század végi magyar nemesség azért gondoljuk csak csillagászatban Konkolira, Gotthárdra, tehát igazgatom az uradalmamat, szerzek valami szakmát, de emellett valami hobbim is van, ami valahogy kapcsolódjon a tudományhoz. Ugye Konkolinál meteorológia, csillagászat. Tehát azért egy másfajta szemlélet volt. Széchenyi ugye az akadémiának adta egyéves nyereségét. Hát az még Európában is kiemelkedő összeg volt, amivel a Széchenyi család akkoriban gazdálkodott. Hát ugye a sas, szintén nagyon-nagyon öreg ősi csillagképről beszélünk, ugye már Mezopotámiában a sas. Én legendát nem találtam hozzá, hogy miért lett Mezopotámiában a sas. Hát a görögöknél Zeus sas formájában ragadja el Ganymédeszt, akit nagyon megtetszett neki. Más legendák szerint ugye Zeus cselből hattyúvá változik Zeus, majd Afrodité üldözi sas képében, majd utána, de gyorsan akartam mondani, kimenti meg, mindegy. Megmenti, és így teszi magáévá a hölgyet hattyúként Zeus, majd ebből lesz Castor és Pollux. A legenda szerint, hogy bár átmegy ezen a területen a tejút, mégis a látványos még objektum, vagy látványos objektum igazándiból nincs benne. A hattyú, ha már róla volt szó, ugye Mezopotámiában is madár, görög hattyú. Ja igen, itt írtam le a történetet, és akkor itt minden megvan. Nemeziszt akarja megszerezni Zeus, de nem sikerül, emiatt cselhez folyamodik, és Afroditével közösen hattyúvá válik, hattyút kergeti a sas, Nemezis megmenti a hattyút, aki hálából magát leteperi és magává teszi. Hát ebből születnek legendák. Látnivaló, hát ilyenkor nyáron, őszelején az Albireo nem hagyható ki, gyönyörű szép kettős csillag, mindenki ismeri a kék és narancssárga színeket. Hát találtam egy ilyen észlelést ott, azért ABCDFGHIJK, hát kiderül, hogy az nem csak egy többes rendszer, hanem egy nagyon sok csillagból álló rendszer, amit érdemes megfigyelni. Bemutatókon értelemszerű, hogy a látogatóknak ezt maximum meséljük, hogy sokkal több csillagból áll, mint ez a kettő. A kék és narancssárgából maximum azt meséljük el, hogy a vízcsapot elrontották, és nem a piros a meleg, hanem a kék. Nyilas, hát ilyenkor már bukik lefele gyorsan, de azért még elkapható. Hát ugye Mezopotámiában kentaur, a görögöknél ugye szatír, Pán, ugye, aki föltalálta az íjat, és mindenkit magáévá akar tenni. A nyíl, ugye ebben lőtte le a legenda szerint Heraklész Prométheusz máját evő sast, vagy Apolló a küklopszokat. Mindenfajta legendát próbálnak, ugye a nyíl halvány csillagokból álló, de nagyon jellegzetes csillagkép. A Sagittariusról mindenkinek a teáskanna jut az eszébe, amikor látja. Hát itt aztán lehet válogatni a még objektumokba. Én konkrétan az M22-t választottam ki. Ehhez a csillagképhez
gömbhalmaz gyakorlatilag kis távcsővel is magig bontható, bár nem jön túl magasra, de gyönyörű szép. Nagyon fura legendák vannak itt az égen. Ugye aztán vannak mindenfajta egyéb csillagképeink, amiket itt összefogtam, bár nem biztos, hogy így egymás mellett vagy hogy vannak. Kis róka, csikó, pas, gyík, hiúz, hát a lacertáról szerintem azt hamarabb észreveszük az okulárunkon lévő föliraton, mint az égen. Szántóla is ugye a cégének a nevét adta. A kis róka az Heveliushoz köthető, eredetileg ott volt egy lúd is, de a lúd az kikopott. Ugye a lúd volt a róka szájába, a csikó az már viszont görög eredetű, bár ugye a csikó magyarul ugye az egy fiatal lovat jelentene, de hát ez inkább lófej. A pajzs az Heveliushoz, igazándiból ez az egyetlen politikai motivációból égre került. A kereszténység megmentője, Sobieski pajzsa. Gyík, szintén halványcsillagokból, azt már mondtam. Hiúz, hát az ismét Heveliusz, hát ahhoz meg tényleg hiúz szem kell, hogy a csillagait észrevegyük. Én nagyon-nagyon meresztenem kell még sötét égen is az eget. A szememet, hát itt is lehetne bőven válogatni még objektumokat. Az M11-et választottam ki, ugye amit sokáig vívódtak a csillagászok, hogy most egy nyílt halmazról vagy egy gömbhalmazról beszélünk. Végül is nyílt halmaz lett. Hát ugye a kisnagyítású rajzon még bele lehet magyarázni a távolban lévő vadkacsa halmazt. Hát távcsőbe, főleg egy picit nagyobb nagyításon irgalmatlan mennyiségű csillag. Tehát nagyon-nagyon sok csillag. Nagyon látványos, tényleg ez is egy viszonylag egyszerűen megtalálható még objektum, rendszeresen mutatjuk bemutatókon. Ugye Herkules, ugye Mezopotámiában álló vagy ülő is, nem istenek, hanem egy isten, a görögöknél térdeplő az eredeti neve. Ott kering körén egy fantom alakzat, mint aki nehéz feladatot végez. Senki sem tudja pontosan, hogyan olvas ezt a jelet, vagy hogy milyen munkához görnyedt az alakzat. Az emberek egyszerűen térdeplőnek nevezik. Hát később Heraklész lett. Nem tudom, hogy miért Herkulest írtam, mert magyarul Herkulesnek hívjuk, de Heraklész, ugye akinek a 12 nehéz munkája volt, hát nem is tudjuk. Hát, hogy megnézzük a képet, akkor éppen a sárkányon, aki az aranyalmát, öröki ifjúságot adó aranyalmát őrizte, azt legyőzött, azon üldiadalt, esetleg elfáradt az istálló pucolásba, hát nem tudjuk. Ott a bunkó, lehet, hogy éppen az oroszlánt készül lecsapni. Jellegzetes alakzat gyakorlatilag a tavasztól, tavasz végétől, gyakorlatilag ősz végéig meglátható. Gondolatban az ember a Vegát meg az Arturust összekötő, a kettő közt ott lesz. Szépen, ugye örök kedvence, szerintem sokunknak az M13, az északi égboltól látható legnagyobb kiterjedésű gömbhalmaz. Ugye kígyó, kígyó tartó, hát ők összetartoznak igazándiból, bár három csillagkép. Ugye van egy kígyó feje, van egy kígyó lába, meg van egy kígyó tartónk. Ugye ez Aszképiosz legendára, ugye akit Cheiron, a kentaur, ként szerepel majd az égen, nevelte föl, tőle tanulta a gyógyítást. Ugye, hogy kerül a kígyó? Hát ugye látott egyszer olyat, hogy egy halott kígyót, egy másik kígyó, egy növénnyel megsimogat és föléled. Hát ugye ez Hádész eléggé zokon vette, hogy majd akkor így kihal a holtak birodalma, rosszul viccel élve. Ezért Zeushoz fordult, hogy hát ilyen már mégse történhessen, aki villámmal agyon sújtotta Aszképioszt, ugye így került az égre, miután úgy gondolta Zeus, hogy egy kicsit túllőtt a célon, vagy hát Apolló meggyőzte erről. Hát magát a kígyót, azt ugye nem csak az égen, hanem a patikáknak a jelképén, a serlek körül tekeredve látjuk. Tehát nem minden esetben a rossznak a jelképe a kígyó, mint a Bibliában, van, amikor a jóé a gyógyításé.
Hát látnivalókban, hát ez nehéz ügy. Megint csak válogatni kellett, ismét egy gömbhalmazt választottam ki. M12-es, ez a rajz, ez nagyon jó. Mindegyik rajz fénykép ugye az MC észlelés feltöltőjéről lett. Helyhiány miatt nem iratoztam föl, hogy kinek mi, melyiket kikészített. Erre konkrétan emlékszem, ezt a Kárpátiádi készítette. Ez nagyon-nagyon jól visszaadja tényleg a vizuális alakzatot ezekkel a póklábakkal. Ugye kismedve, hát ugye Mezopotámiában ez egy mennyei szekér, már ott is egyébként a nagymedvével való hasonló alakzat miatt került. Görögöknél Főnícia a neve, mivel a főníciaiak a kismedve szerint hajóztak, a görögök meg nem. Hát ugye erre a precesszió ad nekünk magyarázatot. Ugye most itt tartunk, időszámításunk előtt 3000 évvel meg itt a Drákó körül voltunk. Tehát pont itt a Béta Draconis körül, hát akkor az volt az iránymutató csillag. A görögök idejében meg mondjuk itt pont a kettő között voltunk. Az egyik ez szerint hajózott, a másik ez szerint. Ugye erről már volt az előbb, hát látnivaló, mi más lehetne a látnivaló a kismedvében, mint a Polaris, ami egy szép kettős csillag. Dobson társadal is hálás bemutató téma, mert nem kell lögdösni. Nagy medve, ugye Mezopotámiában a szekér, görögöknél medve vagy szekér, ugye ez már itt a legelején a tankölteményben is megjelent. Hát ismételten a kicsapongó Zeus legendáriuma kerül az égre, ugye a főszereplő Kalisztó nimfa, ugye aki Artemis istennő társaként szüzességi fogadalmat tett. Hát, attól függ éppen melyik fordítást vagy legendáriumot olvas az ember, vagy megerőszakolja, vagy elcsábítja Zeus a görög főisten. Hát ebből a Frigyből születik Arkas. De hát ugye Héra ezt megtudja, bosszút áll, szegény Kalisztó nymfát medvévé változtatja. Hát mit csinál a medve? Hát medve elmegy az erdőbe. Hát időközben Arkas fölcseperedett és nagy vadásszá vált. Hát mit csinál a nagy vadász? Megy az erdőbe vadászni. Hát mit csinál az anya, hogyha rég nem látott gyermeke jön felé? Rohan felé. Mit csinál a vadász, hogyha rohan felé, a medve le akarja lőni? Na hát Zeus itt közbe lép, és mielőtt anyagyilkosságba torkolik az ügy, gyorsan az égre hajintja őket. Anyagyilkosságot megúsztuk, de Héra bosszúját nem. Hát gyorsan közéjük küldi a sárkányt, hogy még az égen is elválasztja őket, és megbünteti, hogy soha ne fürödhessenek meg az óceánban. Egy természettudományos megfigyelés kerül a görög mitológiába. Nem ez a cirkumpoláris csillagkép. Pontosan a Polaris magasságához képe, horizonthoz képesti magasságá, a Polarisnak kisebb szöget bezáró csillagképek soha nem érik el a horizontot. Görögországban a horizontot meg tengernek hívják, tehát nem tud megmerülni a tengerbe, egyrészt, másrészt meg rájönnek arra, hogy a csillagok nappal is ott vannak, csak nem látjuk őket, és ami messzebb van a horizonthoz, Polaris horizonthoz képest, az elmerül az óceánban, az meg tud fürödni. És ez bekerül a legendáriumukba. Azért vannak más medvelegendák is, ezeket kimásoltam. Ugye az Ahály tengerészek Heliké alapján döntik el, hogy merre kormányozzák hajójukat, ám a főníciák a másikra bízzák magukat, mikor átkelnek a tengeren. Heliké már az éj kezdetén is nagy és fényes, könnyű észrevenni, míg a másik kicsi, de jobb a tengerészeknek. Már megjelenik az, hogy a rajzfilmekkel ellentétben a Polaris nem egy vakítóan fényes csillag, hanem egy, hát egy ilyen két magnitúdó körüli közepes fényességű csillag. Idézőjelesen mondva a semmi közepén. Nincs a közelében ilyen két magnitúdó körüli csillag jócskán. Tehát nagyon köztük folyóáként kanyarok csodás útján a sárkány, ide-oda forogva végtelenül tekergő teste két oldalán haladnak a medvék, melyek örökké elkerülik a tenger kékét. Egyikük felé nyújtja farka végét, de testével körülfogja a kis medvét, farkának hegye a Heliké fejénél végződik, testének ívében Kynoszra feje, ugyanis elhakanyarodik a fej mellett, aztán visszagörbül a láb közelébe, majd visszafordul ismét, és felfelé halad. Fején nem az egyetlen magányos csillag ragyog, hanem a homlokán kettő, szemében is kettő, egy lejjebb alattuk a tenetes szörny ála alatt.
Feje félre billen, leginkább úgy, mintha csak bólintana Hedikéé farka felé. Szája a jobb halántéka éppen hozzáér a falok végéhez. Ez a fej közel fordul azokhoz a helyekhez, ahol a nyugvás és kelés határai egybeérnek. Kicsit régies. Nekem, amikor ezeket keresgettem és megtaláltam, a Szén Márton Nincs királyi út című könyve jutott eszembe. Ez egy matematika történetről szóló könyv, amiben az ékírásos táblákból lefordított gyakorlatilag sima egyismeretlenes egyenlet, kétismeretlenes egyenlet, babiloni megoldása. Tört ketté ezt, tehát egy ilyen nagyon terjengős leírással, amit manapság három sorban elintézünk, de nagyon precíz leírása, és hogyha azt az egészet, a babiloni leírás végig gondoltam, akkor gyönyörű szépen leírta a matematikai műveleti jelek nélkül, amit manapság matematikai műveleti jelekkel írunk le. Hát ezeket is meg tudnánk gyorsabban fogalmazni, de szebben nem hiszem. Több ezer éves emlékekről beszélünk. Ugye hát, ha már a sárkány, ugye ő őrzi a Hesperiszek kertjét, ahol a örök életet, ifjúságot adó aranyalmát őrzik. Hát ugye Herkulesnek, Heraklésznek volt egy ilyen munkája, hogy ezt el kellett lopni. Abban is szerepelt egy kígyó, meg sárkány, meg minden. Na hát ő a sárkány, aki ezt őrzi. Hát Heraklész legyőzte, más legendák szerint ugye Atlasztól átvette, ugye a legelső dián éppen ott Atlasz tartotta a földet, nem az eget, hát addig tartotta Atlasz helyett az eget, és addig Atlasz győzte le a sárkányt. Ugye viszonylag halvány csillagokból álló, borzasztó nagy kiterjedésű csillagkép, van benne egy gyönyörű szép planetáris köd, NGC 6543, könnyű megjegyezni a számát is, macska szemköd. Nagy távcsőben gyönyörű, most szombaton, ahogy néztük, gyönyörű szép volt, és tényleg szerkezetet, hogy a közepe borzasztó erősen világított, körülötte meg ilyen híjas szerkezetszerűség jött nekem, illetve nagyon erős volt a színe, 35 centéves távcsőben néztük. Bótész ökörhajcsár, hát, hogy mitől lett ő ökörhajcsár, mikor inkább a medvéket vezeti, nem tudom. Nagyon-nagyon régi csillagkép szintén, Helikő mögött, mintha csak ő vezetné, ugye ez a nagy, halad Arkiplöx, más néven Bótész keze, a szekérszerű medvén látszik nyugodni egészében, nagyon fényes, öve alatt keringett csillag, mert a többieknél is fényesebb maga az Arcturus. Az Arcturus maga az medveőrzőt jelent, hát a papírsárkányt mindenki ismeri, tényleg, nem is tudom, talán a második, harmadik, negyedik, tehát az öt legfényesebb csillag között ott van az Arcturus, olyan nulla magnitúdó körüli fényessége, hát még objektum nem nagyon van benne, viszont ott van benne az Epsilon Bót, ami egy elég szoros pár, régi Presis Péter féle észlelést találtam erről. Hát, ilyet csináltunk már mi is, nem? Nem biztos, hogy ilyen szépen tudtuk leírni. De hát, Gergő örülne, hogyha manapság minél több ilyen észlelést kapna. Északi korona, vadászevek, Bereniké haja, ismét viszonylag kisebb kiterjedésű, nem túl fényes csillagképek, bár mondjuk a Corona Borealis az nem írtam föl, de már Mezopotámiában is korona nagyon jellegzetes formája. Ugye Ariadné koronája, amit Dionysosztól kapott, majd az esküvő után Dionysos az égre hajintott, így került az égre. Bereniké haja, hát az egyetlen csillagkép, ami valós élő személyhez köthető, nem csak legendáriumhoz. Maga Bereniké, hogy tényleg élő személy volt, az áldozatként, hogy győztesként érjen haza férje a háborúból, áldozatként felajánlotta a haját, majd az oltára helyezte, és reggel borzasztó mérges volt, amikor nem találta, de a papok megmutatták, hogy hát az istenek elfogadták az áldozatot, az égre került.
A legendárium maga valós, de mint csillagképet Tihó alkotta meg. A vadászebek, hát ez két halvány csillagból áll összesen. Igazándiból félrefordításból ered a név, a más belemagyarázása, hogy Orionnak, a nagyvadásznak a kutyái, hát ez egy ilyen belemagyarázás, nincs köze a valósághoz. Látnivalóban viszont van egy M51-ünk. Ugye ott a szélső rajzot a Blanka rajzolta, ugye, aki itt nevelkedett a Polarisba, aztán most már csillagász lett belőle. Gyönyörű, szép szerintem. Szintén egyébként olyan objektum, ami nem is távcsőigényes, hanem jégigényes, hogy lássunk is vele. Aztán lassan a végére érünk itt a csillagképeknek. Van még ilyen, hogy déli hal, eridánus, zsiráf. Hát, hogyha valaki látta már a déli halnak a csillagait, akkor az nagyon büszke és nagyon jó déli horizontja volt. De néha azért elkapható a formálhaut. Az eridánus, a folyó azonosítása maga bizonytalan, hogy melyik folyó, mindenhol megjelenik ez. A Borostyán úthoz kapcsolódó, még a Rajna is szóba került, hogy a Borostyánt a görögök nagyon szerették, még a Rajna is szóba került, a Pó, a Nílus, de igazándiból nincs olyan bizonyíték, ami pontosan megmutatná. A legenda szerint, amiben ugye szerepel Helios, Phaeton, hasonlít a Fotonra, ugye? Róla kapta a nevét. Helios fia, illetve Zeus. Ugye a történet szerint ugye Phaeton kölcsönkérte a napszekerét édesapjától, de a lovak megvadultak, és porrá égett az egész északi féltekét. Etiópiában ettől lettek feketék az emberek, Líbiában ettől lett sivatag. A Zeus nem tudta máshogy megfékezni Phaetont, villámmal agyonsújtotta, hogy a további pusztítást megakadályozza. Hát Camelopardalis, ugye 1600-as években keletkezett újabb, újkori csillagkép. Hát igazándiból ezekben én nem tudok olyan objektumot, amit így mondjuk egy látogatónak én meg szívesen megmutatnék, biztos van, csak én vagyok tudatlan. Cserébe gyönyörű szép rajzokat készítettek róla a régi idők térképrajzolói. Hát én körülbelül így ennyit gondoltam elmesélni ezekről, amit a mai napon láthatnánk, hogyha olyan egünk lenne, és nem a felhőket néznénk. És ennek a kis válogatásnak igazándiból egy kicsit visszatekintés az időre, hogy amikor a csillagokat nézzük, akkor gondoljunk arra, hogy az európai kultúra, sőt az egész, még az arab kultúrának is a bölcsője ott van a fejünk fölött. A Tigris és az Eufrátesz között indult az egész történet, Egyiptomon, Görögországon át került, és innen indul minden, ami az európai kultúrát adja. Ugye ezeket a tudásokat a reneszánsz idején újra elkezdtük fölvenni, és azóta is élünk belőle, és a mai napig próbálunk visszatekinteni Ptolemaiosz katalógusára is, mint kiindulót, az alfát adja. Jó, köszönöm, én ennyit szerettem volna mondani.